Itt állok Sipos Nikolettel az Érsekkert festői helyszínén, rendkívül jó időben, ahova azért jöttünk ki most, hogy beszélgessünk egy kicsit arról a munkafüzet sorozatról, amiről olvasóink is már értesülhettek portálunkon, amelyet ő készített egy kisregény, egy novella sorozathoz, amit gyerekeknek írtak. Milyen témakörben? Bosnyák Viktória Mantyusok sorozatához volt szerencsém munkafüzeteket készíteni. Ez egy 3 kötetes könyv. Az első résznek az alcíme a Bátorság Tomi címet kapta. Ez egy olyan kisfiúról szól, aki szaknyelven mondva a szelektív mutizmus problémájával küzd, vagyis fél megszólalni iskolában, utcákon, igazából otthon már csak beszélni a szüleivel. Uh-huh. Egyébként ennek otthon, az ilyen jellegű problémának otthon van tünete, van jele, vagy pedig ott teljesen felszabadultnak ismerik? Teljesen felszabadultnak, így van. A második kötet a Ki van a zsebemben című címet kapta. Ez egy olyan kislányról szól, aki hátrányos helyzetű, és nehezen is talál barátokat magának. A harmadik kötet pedig a Micsoda buli, azt pedig az iskolai bántalmazás témára épül rá, a gyerekek közti konfliktusokat dolgozza fel. A saját tanítványokon már tesztelted ezeket a füzeteket, igaz? Erről mesélj nekünk. Az első kötetnek a feladatait már volt szerencsém tesztelni. Hasznos volt, nagyon hasznos volt. Nyilván persze tudtam a saját munkámra is reflektálni, hogy mi az, amit ki kell cserélni, feladatokat esetleg, vagy egy kicsit módosítani kellene. Az első kötetre egyébként azt érdemes tudni, hogy 2 szintből épül fel. Van egy manószint, ami az elsősöknek való, és van a mantyus szint, ami már a második évfolyamra épül rá. Most ezeket is lehet igazából kombinálni. De egy sztori, tehát egy könyvön belül egy sztori, csak 2 fenekű, vagy 2 rétegű, van, vagy hogy mondjam. Igen. Tehát ezt elő lehet venni egy évvel később. Természetesen így van, meg úgy tudom kombinálni én is, hogy szeretném. Tehát lehet, hogy egy másodikos feladat az én osztályomnak, az már lehet, hogy épp jó elsőben is, mert annyira ügyesek, tehát kombináltam őket, és átment a teszten. És ez egy feladatlap, amit a gyerekek egyénileg töltenek ki egy közös feldolgozás után. Igen. Ez a közös feldolgozás, ez valami drámapedagógiai módszerrel kell képzelni, ilyen drámafoglalkozás, vagy ilyesmi? Igen, alkalmaztam olyan módszereket is. Igazából a gyerekek otthoni, másodikos osztályom, meg otthoni olvasatra kapták meg, és a heti egy mantyusos óránkon dolgoztuk fel az adott fejezetet, itt kiemeltünk részeket, újra elolvastuk, és ahogy mondtad te is, ilyen drámapedagógiai módszerek alkalmazásával dolgoztuk fel. Aha. Ezek olyan szempontból nagyon érzékeny témák, hogy minden gyerekcsoportban többé-kevésbé ezek a szerepek előfordulhatnak, vagy előfordulnak. Mennyire jött ez ki ezen a dráma foglalkozáson? Mennyire ismerhettek esetleg magukra a gyerekek, akiket érint az adott probléma, vagy a környezetük mennyire ismerte föl, hogy ki az közülük, vagy hogyan, tehát hogy meg tudták ezt oldani ott helyben, vagy érted, mire gondolok? Igen, meg tudták egyébként oldani, tehát könnyen ráismertek az adott szituációkra. És ez nem volt kellemetlen annak a gyerek, például aki mondjuk mit tudom én, anyagi helyzete miatt kiközösített, vagy egyáltalán bármilyen oknál fogva kiközösített egy csoportban, kisebb-nagyobb mértékben, amikor ráismer, hogy ez a történet egy kicsit róla is szól, akkor ez nem kínos, nem kellemetlen egy ilyen foglalkozás keretében? Hál' Istennek azt tudom mondani, hogy ez a probléma, ez nem jelentkezett nálunk, tehát ez a téma. Mert hát igen, most az iskolai bántalmazás témakörében egészen extrém példákkal lehet találkozni, hát gondolom azért nálatok ilyenek sincsenek, de a gyerekek hallottak például ezekről, láttak ilyen videókat, ahol gyerekek bántalmaznak gyerekeket, és akkor föltöltik különböző csatornákra. Nem, ilyeneket nem. Kicsik vagyunk, tehát ilyeneket. Mi kicsik vagyunk, De elég csak a szóbeli bántalmazás is, tehát a maga a csúfolódás, az már egy alapdolog. Az meg megjelenik már mindegyik korosztálynál igazából, óvodáskortól. Hát igen. Ha nem is tudatos, tudod. Most ez különösen akkor probléma, hogyha mindenki és mindig ugyanazt a gyereket csúfolja. Igen. Mert az, hogy beszólogatunk egymásnak, hát mi felnőttek is cinkelgetjük egymást, stb. És akkor utána egy jót nevetünk. Olyan dolgokat mondunk egymásnak, ami egy kicsit igaz, egy kicsit túlzás, és akkor el tudjuk tenni ezeket a dolgokat. Igen.
itt akkor van nagyobb probléma tényleg, ha ki PC-znek maguknak érdott gyereket, és akkor az állandó nyomás alatt. Lesz folytatása ennek a sorozatnak? Információim szerint készül majd még folytatása, igen, ez egy negyedik is. Ami miről fog szólni, ezt tudjuk már? A külföldről hazaérkező diák, aki nem beszéli az adott nyelvet, beilleszkedése az adott nyelvet. Értem, mennyire gyakori probléma ez? Mint pedagógus találkoztál már ezzel? Igen. Volt ilyen tanítványod? Volt ilyen tanítványom. És hogy oldottátok meg? Hát, gördülékenyen ment, hál' Istennek. Tehát azt tudom mondani, hogy a kisgyereknek a képessége is adottak voltak ahhoz, tehát nagyon jó csapatmunkának tudom nevezni. És eleinte akkor milyen nyelven? Valamilyen nyelven kellett vele kommunikálni? Vagy azért valamennyire beszélt magyarul? Magyarul, de azért harmadik osztályban... Ahhoz, hogy a tananyagot fölvegye, annyira nem. Az adott tananyagot, meg ugye kint nem tanulnak. Betűt kell írni. Tehát igazából az első osztálytól indultunk. Tehát ez egy felzárkóztatás is egyben. Igen, de közben haladjunk a harmadik. De hát azt nem tudjuk, hogy ezekre a tapasztalataidra ki fog-e térni majd ez a kötet, úgyhogy ennyire ne szaladjunk előre. Más jellegű alapot, hogy mondjam, tehát ilyen irodalmi alapot dolgoztál már föl, vagy fogsz föl dolgozni? Vagy nem dolgoztam még föl ilyen nagyobb volumenűt. Most az földolgozásnak számít, hogy minden órámra konkrét feladatlapokkal szoktam készülni, tehát vannak nyilván munkafüzetek, de nem nagyon szoktam használni. Inkább a saját. Ez példás, mert nagyon sok pedagógustól hallottam már életem során, hogy ennyi év után már rutinból lehet ezt csinálni, de nekem az a véleményem, hogy nem lehet. Tehát lehet rutinból csinálni, de jól nem lehet. Tehát ahhoz nem, hogy minden egyes órára, hanem minden egyes gyerekből szinte külön föl kell készülni, hogy tudja az ember, ne érje váratlanul, hogy milyen megértési problémák, vagy egyáltalán milyen jellegű gondok adódhatnak, vagy melyik gyerek nem fogja úgy venni az akadályt, ahogy kellene, és akkor neki mit mondhatok, hogy mégis át tudja ugrani. Tehát ebben egyetértünk. Hát ez szuper, ilyen pedagógusokra lenne szükségünk minél többre.